A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, itt vagyunk a következő baleset szimulátoros videónkban. És hát jöhet a következő eset, amit megvizsgálunk. És megpróbálunk megoldani. Úgyhogy üdv mindenkinek kellemes vasárnapi napot kívánok. A leírásban megtaláljátok az Instagramomat, a notebookhu ezeket csekkoljátok meg, hogyha gondoljátok. Ja, és az Anfield csoport is. Na, azt mondja, hogy ez a következő eset, úgyhogy repüljünk rá. Itt már azért durva dolgokat lehet látni, mert ahogy néztem, <kül> ott már egy ember feküdt az út szélén, és ugye az ez... jó kérdés, hogy miért feküdt ott, meg ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy igen, akkor az első dolog, amiket meg kell csinálnunk természetesen majd a helyszín biztosítása, és akkor utána lehet az újraélesztés. Aha, kamion. Ö... Ö... Szerintem ez volt. Várjatok már. Ez nem volt. De ez szerintem volt. Hogyha ez most volt, akkor most azt fogom csinálni, hogy megcsinálom gyorsan, és akkor nézzük a következőt. Oh, yeah. Igen, 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 igen. Ez volt az az eset, amin kicsit kiakadtam. Mert annyira uh, ilyen uh, szarháziság volt, ugye? Na, hívjuk a, a, a 112-t. Igen, itt repült ki a csávó kamionból. <kül> De ezt én nem értem, hogy miért tették akkor így bele. De mindegy benne van. Úgyhogy akkor srácok legyen az, hogy én ezt. Gyorsan megcsinálom, és akkor innen fogjuk folytatni. Uh, jó, tehát hogy ennyi akkor. Nos, hát akkor itt is lennénk, és akkor nézzük a következőt. Azért csináltam meg nyilvánvalóan, mert hogyha nem csinálom meg, akkor nem tudunk tovább haladni. Úgyhogy hát akkor most igazán, most fogjuk csinálni a következőt. Uh, ezen a helyen még nem jártunk, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Közben egy légy van a fényen. Nagyon durva. Na mindegy. Úgyhogy hát akkor csekkoljuk meg azt a teget. És a csávó él benne? Így van? Hogy segítsek rajta? Hogy a jó istenbe? Ó, micsoda autóval megyünk, oda néz. Ó, mi ez, Bugári? Vagy mi ez? Na, hú, az a légy, idegesított. Micsoda autó ez, te? Uff. Ó, jaj, jaj, jaj. Ez azt hiszem, hogy nagyon durva. Na gyerünk, 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 gyerünk. Bekapcsoljuk. Hol a telefonunk? Ott a telefon. Püke? És akkor hívjuk gyorsan a 112-t. Ott is egy autó, ott is, ott is. Három autóból áll ez a baleset. Oké, okay. na, de ilyenkor látjátok, ilyenkor nem tudok ám kiszállni, most tudok. Oké. Okay. Először a tüzet akarom én eloltani. Osztarolt milyen autó, majd utána megvizsgáljuk ezt az autót. Hol a tűz? Hol a tűz? Hmm, te gyerek. Ja itt. Ja, de ez nem fog eloltódni magától. Ha nem tudok beszállni. Akkor muszáj lesz. Ó, oh, te gyerek! Na jó, újra. De hát... Felül is az van, hogy először a tüzet olsd el. Jó, hogy nyilván nem túl nagy a tűz, de akkor is így... Na mindegy, akkor én csesztem el. Kinyitjuk a trunkot, csak minek. Uh, igen, hogy szedjem ki mégis. Help me. Hát de. Ne essé le! Jó vagy! Újra! Ez nagyon jó. Jó kezdődik. Jó van. Figyeljetek, ez most jó lesz. Előse vesszük ezt a tűzkészüléket hanem megyünk egyből oda. Na gyerünk, hogyan, hogyan, hogyan be kéne mászni? Ezt ki tudjuk nyitni. Open. Jó, gyerek! De figyelj, nem tudunk semmit csinálni. Hogyan kéne? Hát ezt ki tudjuk nyitni, azt akkor mi van? valóva ki kéne kötni az autót, vagy én nem is tudom. Jó, van, rá fogunk jönni. Kell egy kis türelem még ehhez. Oké, okay. szóval, aha. Ó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Kiegyensúlyozzuk a dolgot. Úgy, bum. Még jobban. Bum. Ki lesz egyensúlyozva az autó, az akkor nem esik le. Oké. Okay. Jó van, te sokám vigyázzál. Kiszedlek. Uh, de lehet, hogy nem ám. Jó van. Maradjál most ott, jó? Nyugodjál meg. <kül> Oké. Okay. Most pedig, ezt... nem szabadna, hogy elégjen ez a csaj. Úgyhogy mondanám, hogy tüzet olcsuk, csak az a baj, az a legnagyobb bajom ezzel, hogy valahogy előtte elkéne az autót, hogy ki kéne kapcsolni a gyújtást az autóban, mert ennek így szarértelme sincs. Tehát, hogy... Aha! Most innen fentről már ki lehet nyitni. Jó, szóval... Ú, milyen autóval érkeztünk, csak most nincs időnk megnézni. És akkor így már azért több lehetőségünk van. Egy az, hogy szellőzik a csajszínak az autó. És el fog fogyni. El fog fogyni, baszki. Hát de, ho de hova fújjam? Nem tudom inkább gyorsan kiszedni a csajt. Hát én kiszedném az csá. Ebben pedig gondolom mindegy. Persze. Hát akkor... Ez uh, majdnem rip. Ebben nincsen tűzoltókészülék? készülék. Tesó! Tudom, hogy ott vagy, de nincsen tűzoltó készüléked. Nem tudom eloltani így, srácok. Ezt előbb kellett volna csinálni, úgyhogy visszatekerünk már megint. Hát ez sajnos ilyen. Ja, és az első helyig fogja visszatekerni. Úristenem, nem, nem lehet megállítani. Akkor gyorsan bedobáljuk a köveket, és akkor megyünk rá egyből erre a tűz témára. Na gyerünk, 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 gyerünk. Oké, okay, legyen nálunk először is ez a tűzgenyó. Oké, okay. most pedig gyorsan kinyitjuk, és akkor a köveket. Stone, stack. Ja, mert benne van a kezembe, ezért nem tudom, ugye? Nagyon jó. Akkor, akkor. De miért nem tudom eltenni ott az inventory, Miért nem tudom eltenni? Gondolnád ugye, hogy így így Megnyomod a gombot és akkor elteszik, de nem Ja Istenem Jó, akkor nem vesszük elő Csak ugye időt szeretnék nyerni, hogy minél előbb tudjak rámenni a tűzre is Mert azért az, az is Sokáig ég, hogyan oltod el? Na mindegy, akkor így Jó van Oké okay. Ki lesz baranszírozva, nyugodjál meg testvérgyem Oké okay. Ezt most kinyithatom, de minek? Jó, semmi értelme. Oké, okay, gyorsan. Trunk. Pick up. És ugye megint nem tudom onnan, hanem valahogy... Ja, mert megfogtam most ezt a szart megint a kezembe. Hát az Isten verje meg. Már elnézést, ezt nem akartam kimondani, de... De hát... <laughs> Gyerekek! Hát most miért nem foghatnám a kezembe? És nem tudom eltenni. Jó, hát akkor visszatekerjük. Istenem! Az én logikám mást követelne, mert ugye próbálod összerakni fejben, hogy hogyan csinálnád életben ezt a dolgot, és én valahogy úgy, hogyha látom, hogy tűz van, viszem ezt a... ezt a tűzoltókészüléket magammal, és mondjuk nem okoz problémát egy, egy ajtó kinyitása, csak hát ugye ez csak szimulátor mármint nem szimulátor, ez egy játék, és hát így ö, nem túl csinatos ez a dolog. Na gyorsan el, el, el lekapcsoltuk? Lekapcsoltuk, jó? Vegyük csak elő gyorsan a tűzoltókészüléket. Meg ugye hova fújod itt? Mert én... Én innen fújnám valahogy, de... De oda befújni... Hát gyerekek... Ugye? Tehát, hogy így... És ugye szart nem értünk vele, köszönjük szépen. Előveszem a kis porsche -ból. Meg ugye a másik az az, hogy értem én, persze, hogy veszélyes lenne kiszedni a csajt. Na de hát nem veszélyes, és nézd meg, nem lesz elég megint. De, most jó. Ó, te gyerek. Jó, ezt az autót is le kéne állítanunk. Nem, hát ezt nem kell leállítanunk. Ezt kéne valahogy leállítanunk, csak ugye nem férünk oda. Hát de... Innen se. Ezt, ezt nem fogjuk tudni leállítani szerintem. Meg... hát nagyon ez De, innen. Aha, tehát ezt kéne akkor leállítani, jó. Hát de ezen mi megy? Hát nem mondd már, hogy ezen bármi is megy. Na jó, Uh, igen. Ó, oh, és ilyen jó messzire eltenni, jó van. Hát srácok, ne arra ugyatok, hogy így, így bénázásnak tűnik, de hát az épelme más diktálna. Ehm um, ezzel a tűzoltókészülékes dologgal, és ezzel sok idő elment sajnos. Na de mindegy, a lényeg az az, hogy előre kell nézni, nem pedig hátra, úgyhogy tegyük le szépen a következőt, és akkor onnantól már ugye rá tudunk arra menni, hogy segítsünk az emberkéken. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog egyáltalán sikerülni. Oké, okay, nézzük meg az összes sérültet. Szia! Hallasz-e? Hú, de viszket az orrom. Én, én ma dühös leszek. Remélem nem arra, hogy... Ö, amiket fogadtam Forma egyre nem jönnek be. mert Annak nem örülnék. Nem él. Vagy hát nincs eszméleténél. De nem, azt hiszem nem is él. Hát, hogyha nem vesz levegőt, akkor. Oké, van még egy sérülése. Jéha. Jó. Megvan ő is. Megnézzük. Uh, hát a csávónak még a szeme is nyitva van. Nem hinném, hogy ő nagyon él. Ajajajaj. Ah, jaj, jaj. Nem, nem, nem. Azon csokiztam volna be, hogyha ő most él. <coughs> <coughs> Oké, okay, és ebbe az autóban még van valaki? Vagy azt a... azt a... Ö, őt kéne nekem megvizsgálnom? Igen. Hát de eddig oda se fértem hozzá. Úúú, uh, csábos most. Persze, hogy hall. Oké, okay, megnézzük a location-t. Uh, de szép ez az autó. Mi ez? Panamera? Nem tudom nem értek hozzá. Azt hittem belülről egy kicsit, hogy Bentley, de hát... Uff, micsoda gyújtástad. Felvillódik minden. Nagy erünk. Oké, akkor segítsünk az emberkéken. Az a kettő ugye nem él. Akkor rajta kéne először, mert ő, ő, sérült. De aztán lehet, hogy kiderül, hogy nem rajta, hanem rajta. Igen, mert ő meg ugye szar helyen van. Get out. És hogy szedem ki? Ja így. Ú, tesó. Nyugodjál meg. Várjam meg, amíg megjön a help. Hát akkor lecsukom ezt, mit szólsz? De a másik csajon kéne segíteni. Ezzel mi van? Szegény sokkulódva van, hát ma... Ú, de jól néz ki amúgy. Valami, mint egy kép lenne, szerintem az is. De azért elég szépen néz ki. Na, és akkor ezen a csajon nem tudok addig segíteni? Nem, nem tudok, egyszerűen. Akkor. Ja, ó, 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 ugye ebből tanultunk, be kell ülni és úgy kell várni. Ú, Istenem! Oké, okay. helikopterrel érkeznek. ú annak a csajnak is mi feje van te? Csó Nem nagyon élt azt, talán mondjuk, de túlélte még. Oké, okay, megjött a helikopter. Mondjuk ez már érdekes lesz, hogy ezt hogyan rakjuk össze. Aha, és köveket dobál, vagy mik azok? Narancsok. Igen. Oké, okay, és akkor már gyakorlatilag a nyomokat kéne összerakni. Akkor van időn, na nézzétek meg ezt az autót. Franc. Ez egy francia hely, ahol most vagyunk. Oké, okay, nyomok, nyomok, nyomok. Itt egy nyom de ez irreleváns. Tehát én azt mondanám, hogy ugye innen jött, 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 eddig semmi. Az, hogy ez, hogy a jó istenbe beborult fel, az már egy jó kérdés. Ez, ez biztos, hogy egy ö, komoly nyom, ugye? Mert ő fékezett egy nagyot. Jó. Ezek itt, 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 itt semmi nyom nincsen. Ez mi a jó Isten? Oké. Okay. Semmi. Go up. Felszed... Felszedünk minden szírszart, vagy mi? Várj, mert itt... Feljöttünk. Hova jöttünk fel? Jó gyerek. Ez mi? Go down. Oké. Okay. Oké. Okay. Tehát... Itt elképzelhető, hogy valaki... De várjál, hogy vagyunk most? Várjál, várja, be kéne magunkat tájolni, hogy hol a jó Istenben vagyunk. Aha! Aha, aha! Hűha! Ez az autó innen eshetett le, és kajak! Oda nézzél! Na menj már! Itt elvesztette a kontrollt. És jött, 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 és innen leesett, hallod? És itt tényleg tudok menni, nem? Aha, oké, okay, tehát itt ez volt szerintem a csak és kizárólag a nyom. Most az lenne a nagyon vicces, ha én ide beszorultam volna és nem tudok visszamenni. Mégpedig... Nem, jó, oké, okay, azt hittem már. Jó, go down. Mit kellett itt nyomni? Valami volt itt egy ilyen kula. De hol ugye, mert olyan... Aha, itt. Egy ilyen hülye helyre tenni ezt? Na jó, nem akarom már mit fikázni. Oké. Okay. Szóval, az onnan leesett. Akkor az megvan. Jött a csávó, és ő meg ugye megijedt, és ledurrantott oda. Ez meg beledurrantott ebbe. Ugye? Igen. Jó. Ö... Mindjárt elkezdjük összerakni a dolgokat. Na várjatok. Elkezdjük összerakni? Szerintem kezdjük el összerakni. Azt mondja, hogy az első dolog, az tudja, hogy ez. Mondom, az első dolog. Ott fent, ugye? Elvesztett a... Nem. Nem. Akkor ott fent van még valami? Ez ilyen... Ez csak az ötödik? Hűha! Oké, okay, ez ilyen... Aha, negyedik. Oké, okay, ide kell egy olyan, hogy ö, valahogy esnek lefele, nem? Itt még esetleg nyomok. Mert ugye ez a beleütközés, ez mint nyom már megvan. Passenger do, door az most minek? Mindegy. Uh, jó, gondolkodunk, gondolkodunk. Tehát valami nyom kéne még, hogy ezek itt elkezdtek lefele esni. Aha. Aha, aha. Jó. Tehát itt borult, borult, borult. Mondjuk ezt már tudtuk. De akkor várjál csak. Akkor... Így van, és itt az első azt nem találtuk meg. Ugye? Mert már csak az első hiányzik, ami elvesztette a kontrollt. Hát. Ö... Igen, ő vele, ő pedig oda. Akkor fel kell még mennünk, szerintem, mert ugye itt más nincsen. Igen, ez most itt mindegy, ugye? Igen. Na, tehát akkor szerintem fel kéne még mennünk, mert ott még van valami. Ugye? Hát, hogy mi, az egy nagyon jó kérdés, de valami még biztos van, ami arra következtet, hogy, hogy miért vesztette el a kontrollt az autó, ugye? Szóval, hogy ugye itt a fék, srácok, helyszínelő vagyok. Itt a fék nyom. Aha, Itt már vannak ilyen karcok. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Na jó, hát akkor viszont gyakorlatilag ez abból adódik, hogy itt jött, 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 jött. Itt megszívta eléggé, és hát akkor innentől kezdve pedig egyenes út vezetett oda, hogy essen lefele. Ez itt mi már megint? Ja, hogy már itt is le tudok menni, aha. Jó, hát akkor hm. gyakorlatilag ennyi. Na jó. A oh, kurva, bocsánat, ma bocsánat. Leesett valami. Oké, hát ő meghalt. Igen. Ő is meghalt, ez mondjuk nyilvánvaló volt. A Csajszia a, a piros autóban túlélte. És nyilvánvalóan túlélte ez a srác is, a hugó. Úgyhogy tulajdonképpen, srácok, meg is vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Egyre jobban kezdjük megtanulni, hogyan kell összerakni egy-egy sztorit. Úgyhogy, ja, találkozunk a következő videóban. Ha tetszett, like, iratkozzatok fel, szavasztok, hello, hello. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling Phone progression, the solid I wanted The phone in affection, I summon and public, Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems problems I solve them. I run through the money, the press will be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The furthest is back Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling